Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a Hova továbban, ugye középiskolai felvételi expo online, és szakértő házigazda társamat, Balatoni Jócó bácsit kérdezem, ezúttal nem mint történelmi tanár, hanem mint pályaorientációs konzulens, mert te ez is vagy, Jócó. Nagyon sok szeretettel köszöntelek. Én is nagyon sok szeretettel köszöntöm a nézőket, és igen, hát én ugye egy pár éve elvégeztem egy pályaorientációs konzulens képzést is, amit az iskolában aktívan gyakorlok is sportfőnökként a kollégáimmal együtt, úgyhogy abszolút képben vagyok ezekkel a dolgokkal. Na hát akkor nézzük azokat a híres szempontokat, vagy szempontokat, ami egy kicsit segíthet ebben a középiskola választásban, akár az elég egész családi kupaktanácsban, mert a szülőknek, diákoknak mindenképp. És rögtön egy picit húzunk párhuzamot is, mert azért írsz egy olyan cikket is, hogy mit vegyünk szempontok górcső alá, és mit ne vegyünk. És az első, és talán a number van a felsorolásban is, az a diák vágya, és nem a szülő vágya. Miért tartod azt fontosnak, hogy a diák döntsön? Mert hogy az ő életéről van szó, az ők további éveit meghatározó döntésről van szó, és nagyon sok konfliktus okoz az, amikor a szülő dönt. Mert hogy egyrészt ez egy állandó harc a diákkal, hogy ő igazából nem akarja, a szülő pedig erőlteti, ez egy állandó feszültség, állandó konfliktus. Később pedig, ha esetleg mégsem jön be neki az az iskola, rosszul érzi magát, akkor a szülőt fogja hibáztatni, hogy te kényszerítettél erre, te okoztad ezt nekem, te tetted tönkre az életemet, elhangzanak ezek a kamaszos mondatok. És én azt gondolom, hogy ez mind-mind elkerülhető és kikerülhető akkor, hogyha a diákra bízzuk a döntést. Természetesen elmondhatjuk a véleményünket, és elmondhatjuk azt, hogy mi mit gondolunk szülőként, vagy tanárként, de azt szoktam mondani, hogy soha nem szabad megmondani, hogy már pedig te menjél ebbe az iskolába, vagy már pedig te legyél ez, amikor a diák nem akarja. Mert én azt gondolom, hogy ez tényleg nem szül jót. Tehát igen, hallgassuk meg a diákat, és igen, legyünk őszinték akkor, hogyha annyira irreális dolgot szeretne, amire ő kvázi tényleg nem alkalmas, és ez most lehet akár fizikai gátja is ennek. Tehát azon, hogy ebben az esetben őszintén meg kell mondani, hogy igen, tehát hogy neked ez már nagyon-nagyon irreális, de azt gondolom, hogy minden más esetben támogatnunk kell a diáknak az álmát, és igen, a szülőknek meg kicsit vissza kell fogniuk a saját álmukat, mert én értem, hogy minden szülő a legjobbat akarja a gyerekének, és sok pénzt keressen, és jó ellenesen legyen, és jó szakmája, csak azt gondolom, hogy ez nem minden. Ami még hiba szokott lenni a szülőknél, hogy ők a saját, meg nem valósult álmaikat akarják. Tehát, hogyha az anyuka ügyvéd akart lenni, de valami miatt, akár egy szülői nyomás miatt nem sikerült, akkor ugyanazt a hibát követi a gyerekénél, hogy már pedig legyen ügyvéd a gyereke, és ezáltal azért az ő álma egy kicsit megvalósulhasson, akkor is, hogyha a gyereket vagy egyáltalán nem érdekli, vagy nem csak alkalmas arra a pályán. Mi van, hogyha rosszul dönt a gyerek? Én azt gondolom, hogy akkor nem dől össze a világ, tehát, hogy hál' Istennek nem olyan világban élünk, hogyha elkezdesz egy iskolát, akkor végig kell járni, és nem válthatsz. Hogyha rosszul dönt a gyerek, akkor egyetlen egy dolgot tehet, önmagára haragudhat. Mert hogy ő hozta meg a döntést, és igen, akkor sem kell kétségbe esni, és nem kell szerintem feltétlenül kiakadni, mert hogy ilyen is van, sőt, olyan is van, amikor valaki a vágyállom iskolájába kerül, és pár hónap után belátja, hogy hát, ez mégsem olyan, mint ahogy ő elképzelte. Tehát azt gondolom, hogy ebben az esetben igenis lehet váltani, és kell is. Tehát, hogy sosem késő váltani, általában azért középiskola nagyjából első fél évében azért van fluktuáció, tehát hogy ott van egy fajta átrendeződés, és nagyjából ilyen 11. környékén újra érdekes módon így az érettségi közelettével megindul egyfajta fluktuáció a középiskolák között, tehát is ilyen átjárhatóság van, arra kell például ilyenkor figyelni, hogyha egy más tanrendű iskolába megyünk, vagy mondjuk szakgimnáziumból
gimnáziumba, akkor viszont bizonyos tantárgyak esetében különbözeti osztályozó kísérletet kell tenni ahhoz, hogy egyáltalán elkezdhessük az iskolát. Tehát, hogy azért ilyen nehézségekben azért lehet ütközni, hogyha iskola típust is akar váltani valaki, de azt gondolom, hogy az iskolák között viszont viszonylag könnyű és egyszerű a váltás, tehát, hogy nincs semmi probléma akkor, hogyha a diák rosszul dönt, ilyen van. Azt gondolom, hogy akkor ez a családon belül is azért ez egy szemléletváltás lesz, egy kicsit az önállóság útjára muszáj, hogy engedjük a gyerekeket, és hogy megtanulják a saját döntésük felelősséget is, és ezt én is tanulom, többet között tőled is, hogy én is túl vagyok már ugye egy felvételi folyamaton. Ugye a második, amikor ezt egy kicsit már így leboxoltuk, tehát hogy körülbelül milyen irány vagy hogyan, hogy elővesszük az iskola listákat. Nyilván ott van az oktatás.hu weboldal, lehet keresni, elő lehet venni rangsorokat, és hát egy csomó szempontot be kell hozni, ami racionális iskola távolsága, a képzés, stb. Ezt jelölted meg második szempontként, ugye az iskoláról való tájékozódást, a távolságot. Beszéljünk egy kicsit részéves a rangsorokról, a racionális jellemzőkről, akár egészen olyan alapokról, hogy, és röviden, mert erről már ki tudom térni egy hosszabb beszélgetésbe, hogy mennyiben más egy gimnázium, szakgimnázium és egy szakképzőintézmény, és hogy ezeket hogyan kell értékelni, értelmezni, lehet ezeket egy síkon válogatni, vagy más szempontokat kell még az iskolák között is tenni. Én azt gondolom, hogy számtalan rangsor és lista áll a rendelkezésünkre. Többek között ugye például a PISA mérés alapján is tudunk keresni, vagy akár ugye több nagy vállalat is összeállít a rangsorokat, listákat. Ezek megpróbálnak abszolút objektív szempontok alapján, tehát érettségi eredmények, továbbtanulási eredmények, különféle verseny eredmények, nyelvvizsgák száma, ECDL vizsgák száma, tehát hogy tényleg abszolút száraz statisztika alapján állítják össze a rangsorokat, és természetesen aki egyszer a rangsorra bekerül vagy előkerül helyen van, ő neki az egy presztízs, és onnantól kezdve ő rajta is nyomás van, mint intézmény, hogy neki ezt meg kell tartani, ergo igazából hajtani kell a diákokat, és egyfajta óriási nyomást kell tenni. Természetesen meg lehet nézni ezeket a rangsorokat, de én azt szoktam javasolni, hogy ne ez alapján válasszunk iskolát. Tehát már amikor megvan az iskola tájékozódás vagy érdeklődés szempontjából, vagy ha mondjuk két iskola között nem tudunk dönteni, megnézhetjük, hogy esetleg melyik milyen szempontok alapján dolgozik. Viszont azt gondolom, hogy ezekből a listákból mindig kimaradnak olyan dolgok, ami a középiskolában talán a legfontosabb. A hozzáadott pedagógiai érték, az élmények, a hangulat, ezeket nem tudod számszerűsíteni, nem tudod egy statisztikába beletenni. Maximum annyit tudsz tenni, hogy az adott intézményben hány osztályprogram volt, vagy egy-egy osztályban hány osztályprogram volt, de azt sem tudod megmondani, hogy lehet beírni számnak 5 benet is, de lehet, hogy mind az 51 dögunalmas program volt, ami a diákok számára egyetem nem volt élmény, és lehet, hogy csak 5 program van egy évben, de az annyira ütős, hogy évek múlva is arról fog beszélni mindenki. Tehát, hogy ezek, amik szerintem diák szempontból a legfontosabb dolgok, ezek kimaradnak ezekből a listákból. Igen, és ugye behoztam ide a távolságot, hogy a helyszínt az oktatás.hu oldalon lokációban is lehet keresni, tehát meg lehet adni, hogy x kilométeren belül. Viszont itt azért nagyon érdemes megnézni azt, hogy milyen a tömegközlekedés, tehát hogy a buszok nem csak óránként járnak el, mert ha az egyiket lekési, akkor egy órában később jön a következő. És azt is figyelembe venni, hogy egy nap mennyit tölt a diák utazással. Mert az elején ez izgalmasnak tűnhet, pláne egy olyan diáknak, aki mondjuk az iskola mellett élt eddig, és most már tömegközlekedésre tud eljutni, de az van, hogy egy idő után nagyon-nagyon fárasztó lesz, mert nagyon sok esetben, akár még Budapesten belül is tudok olyat, aki napi 3-4 órát utazik oda-vissza, és én azt gondolom, hogy ez egy idő után annyira teher lesz, és fárasztó lesz, hogy ez mindenre rányomja a bélyegét, és természetesen egy-egy bizonyos távolságon kívül első intézményekkel sincsen baj, ott pedig el kell gondolkodni a kollégiumi elhelyezésen.
ugye én ennek azért nagy hívem vagyok, mint ex-kollégista, aki ugye 5 évet töltött Pártán kollégiumban, tehát én azt gondolom, hogy abszolút nem ördögtől való, tudom, hogy szülőként nehéz, és itt van egy a szülők által úgy érzett, hogy kicsit túl korai elengedkedést, de higgyék el, tehát akikkel én mondjuk együtt kezdtem a gimnáziumot, összehasonlíthatatlan egy kollégista és egy nem kollégistának az önállósága és az arra való képessége, hogy mi már 15-16 évesen, és ugye akkor még igazából így nem nagyon internet ellátottsággal nekünk kellett intézni a dolgainkat, hiszen nem voltak ott a szülőink, nekünk kellett reggelit vásárolni magunknak, hogyha nem is lett a menza, és a többi, és a többi, és a többi. Tehát azt mondom, hogy ez sem ördögtől való átgondolandó dolog. Igen, ez egy korai elvállás, de azt gondolom, hogy így ettől azért az ember nem fog összeomlani, én azt gondolom. És bízunk abban, hogy a szülői házban olyan értékeket és értékrendet visz, amitől a felelős szülőnek, a gyereke felelős diák lesz, és ez tényleg egy tanulási folyamat, hogy meg tudjuk azt is adni azt a lehetőséget, hogyha rosszul dönt, vagy hogyha adott esetben egy kollégiumban van, és bizony nem vásárol be, akkor nem lesz baja, és ez ennyire egyszerű. És ha nem csinálja meg a házi feladatot, akkor ugye tanár úr. És hogyha első nap elkölti az összes pénzét, ami a hétre van, akkor így jár. Ugye? Mert ezt nem egyszer tapasztaltuk kollégistaként, hogy hát már azért vasárnap este megcsappant a hétre beszállt zseppénz, tehát itt az ember nagyon gyorsan megtanulja beosztani, és már megtapasztalja azt, hogy milyen, amikor adott mennyiségű pénzed van, és nem tudsz kérni anyától, hiszen anya nincs ott. Ugye? Na, szóval, hogyha már leboxoltuk, hogy kinek a döntése, nagyjából milyen sulik jöhetnek szóba, akkor azért ebben még mindig benne van ebben a minta az, hogy pályaorientáció. És ugye, ha már pályaorientációt is kitanultad neked, nyilván jó érzéssel, nagyon sok diák fordult hozzád, milyen olyan tesztet, tanácsot tudsz adni ebben, hogy, vagy azt az is jó, hogyha mit ne, mert már akkor szűkül a kép. Hogy a pályaorientációban mennyire higgyünk ezeknek a teszteknek. Nyilván a szülő ismeri a gyerekét, azt gondolja, és akkor a gyerek előáll valami egetrengető ötlettel. Hogy látotta a pályaorientációs teszteket? Vannak jó tesztek? Abszolút vannak jó tesztek. Először azzal kezdeném, hogy mit ne. Azért a közösségi médiában vannak ilyen különböző alkalmazások, hogy rákattintok és megmondja, hogy milyen szakmán legyen, mondjuk 3 kérdés alapján. Tehát azt gondolom, hogy ezeknek azért semmiképpen ne higgyünk, de természetesen vannak tényleg szakemberek, pszichológusok, szociológusok, pedagógusok által összeállított viszonylag sok kérdésből álló pályaorientációs tesztek. Ugye ezek többsége ugye tehát ilyen kategorizáló, hogy 1-től 5-ig kell megadni egy skálán, nagyon sok szempont szerint, hogy az adott kérdése milyen választ adnak a diák, vagy akár ugye több opcióból kell kiválasztani egyet, és aztán utána ezekhez megvan a kijellemzés is, és hogy nagyon fontos az, hogy az igazán jó pályaorientációs teszt az nem mondja meg, hogy te mi legyél. Mert nem ez a célja, hogy te beadsz 30 választ, és kidobja, hogy gépészmérnök. Hanem az igazán jó pályorientációs teszt, az az irányt mutatja meg. Tehát, hogy például azt állapítja meg, hogy te neked olyan szakmák valók-e, ahol mondjuk emberekkel kell foglalkozni, vagy inkább az egyéni megoldások felé tendáljál, és akár különféle csoportokat is megadhat, tehát a szociális ágazat. És ugye azon belül ezek a tesztekhez való kiértékelés mondjuk felsorol 50 szakmát, vagy 20-at. Tehát nagyon-nagyon fontosnak tartom azt, és pályorientációs konzultánsként én ezt is vallom, hogyha valaki úgy jön hozzá a konzultációra, hogy én mondjam meg, hogy mi lesz, akkor el kell, hogy kikesedítsem, mert hogy én soha nem mondom meg, hanem irányokat mondok, pályaköröket mondok, és hogyha meg valaki mert ilyenre is volt példa ismeretségi körben, hogy ő 3 különféle szakmát is szeretne
és három teljesen más irány, és egy másfél órás folyamatos beszélgetésben, vagy kérdésekkel, pro és kontra ábrák készítésével elkezdtük közösen, vagyis ő elkezdte az én segítségemet leszűkíteni. Tehát, hogy azért ilyenre is alkalmas a pályaorientációs konzultáció, és hál' Istennek most már ugye minden pedagógiai szakszolgálatnál elérhető ingyenes pályaorientációs konzultáció. Jelen állapotban nem tudom, hogy ez mennyire személyes vagy online, akár kamerák keresztül működik. És például ugye a Nemzeti Pályaorientációs Portál, ahol nagyon sok teszt áll rendelkezésre, ugye itt is több támogpályázat keretén belül, ugye itt is pedagógusok, szociológusok, pszichológusok dolgozták ki ezeket a teszteket. És aztán utána ezek a tesztek nagyon sok kipróbáláson mentek keresztül, finomításon mentek keresztül. Tehát mindenképpen érdemes ebbe az irányba elmenni, és mindenképpen tényleg érdemes olyan szakemberek felé fordulni, akik tényleg aktívan dolgoznak ebben is. És képbe vannak, tehát hogy jelen pillanatban azért egy jós nő gömbbel az nem annyira megoldás, én azt gondolom, de hallottam már ilyet is, hogy a szülő elmert jós nő az, hogy a gyerekének ahogy döntsön. Nem tudom, hogy ez mennyire valid, de hát ilyen is van persze, hogy de ilyenkor jövünk mi a képbe, hogy az árnyaljuk a jós nőnek a mondandója. Hát azért a jósnő nem venném be a szempontok közé, a nagyon sokadik pluszba és zárójelbe és kérdőjele, de a pályaorientációs tanácsadás biztos, hogy a szakszolgálatok, hogyha akár e-mailben becsekkolunk hozzájuk, akkor is segítenek. Illetőleg, amit te nagyon fontosnak tartottál ebben a cikkben, amit írtál, ez a személyes benyomás, illetőleg a diákok véleménye. Nyilván a személyes benyomás az most nehezebb. Tehát, hogy létszes festi, hogy ezt hogy érted, hogy hogyan lehet személyes benyomást szeretni úgy, hogy nem lehet elmenni nyílt napra, nem lehet, nyilván telefonálni lehet, és szerintem most még nyitottabban, meg odafordulóban fogadják az érdeklődőket, de hogy merre szagoljunk bele abba a légkörbe, amiben most effektív nem tudunk belecsapni. Egyrészt igen, tehát hogy mindenképpen kell telefonálni, mert az is nagyon sokat elárul egy iskoláról, hogy hogyan kezelik az embert, amikor érdeklődik, hogy beszélnek vele, mi a van egy ilyen kedves attitűd, vagy egy nagyon, nagyon száraz tényekre lesz ott találkozó, vagy szorítkozó tájékoztatás. Tehát, hogy már egy-egy ilyen telefonbeszélgetésből, vagy e-mail váltásból azért lehet tudni, hogy még az adott intézményben esetleg milyen típusú lehet maga a hozzáállás. Azért csak annyit akartam mondani, hogy jussunk el a portás bácsitól, vagy a telefonkezelő nénitől, mondjuk a titkásságig, mert azért néha egy mérges portás bácsi vagy telefonközpontos néni az nagyon elveheti a kérdőnket attól, hogy bármit ismerjünk. Ezt akartam mondani, hogy is, ugye az is sok minden elárul, hogy mennyi idő eljutni. Mennyi idő átjutni a telefonkezelőtől az igazgatóig. És ami szerintem nagyon fontos, most már azért majdnem minden intézménynek van közösségi oldala, akár a Facebookon, akár az Instagramon, de akár nagyon sok intézménynek van YouTube csatornája. És érdemes egy kicsit megnézni régebbi bejegyzéseket, fényképeket, mert hogy ez nagyon sok mindent visszaad egy intézményről. Tehát ha nézzük egy iskola Facebook oldalát, és mondjuk minden héten annyi van, hogy ki milyen versenyen indult, az ugye már ugye alapból azt jelezheti velünk, hogy ennek az iskának ez a profilja. Hogyha nagyon sok kép van, nagyon sok rendezvény van, akkor azért láthatjuk, hogy ott még egy elég pezsgő diák élet van, ami szerintem szintén nagyon fontos szempont ebben a kérdésben. Tehát, hogy azért átad egyfajta hangulatot a közösségi oldal. Természetesen ezt is azért fenntartásokkal kell kezelni, mert ugye azt tudjuk, hogy senki nem fog önmagáról rosszat kitenni, vagy negatívat kitenni, tehát hogy azért ezt is fenntartásokkal kell kezelni, és természetesen ugye mi is megpróbálunk minél több
intézmény iskolán bemutatni videóban, kerekasztal beszélgetésben, és még mindig van lehetőség jelentkezni az intézményeknek, hogy be tudjuk őket mutatni, mert azt gondolom, hogy egy jól struktúrált helyen, egy jól felépített dologban bemutatni egy intézményt, az is nagyon sokat segíthet a szülő számára. Tehát én azt gondolom, hogy tényleg ilyen helyzetben meg kell tenni mindent, akár online órákkal is, vagy akár egy ilyen iskola körbe vezető online túrát. Tehát, hogy rengeteg lehetőség van már, hál' Istennek az online világban erre. Igen, nagyon nehéz a személyes benyomást megélni így, de azért valamennyire lehet, és igen, kell beszélni ott tanuló diákokkal, akár ismerősével, de az is lehet, hogy különböző csoportokban teljesen idegen embereket is meg lehet kérdezni arról, hogy ő oda jár, és mit gondol erről az intézményről, mert helyesen a diákok azért őszintén elmondják a véleményüket, és azt is mindig hangsúlyozni kell, hogy egy diák véleménye nem feltétlenül releváns, mert ő lehet akár egy sértett diák is, aki éppen rosszat mond az iskoláról, több diákot kell megkérdezni, és ha a diákok nagyjából ugyanazt mondják, akkor az a valós kép. És az sem baj, ha az egyik diák azt mondja, hogy ő nem szeret ide járni, de amúgy ez jó benne, mert akkor egy minél komplexebb képet kapunk el. Hát nem könnyű, mert ugye felmerül nagyon sok szülőben szerintem a kérdés, hogy mire képes az én gyerekem, és mi lenne az ő boldogulása vagy boldogsága. Most nyilván egy összehasonlítva, vagy általánosan egy elit, vagy egy versenyistálót, ahol tudjuk, hogy tényleg az eredmények és a trófeák vannak fókuszban, egy olyan iskolával, ahol mondjuk te tanítasz, és akkor hozzuk be a konyfát egy kicsit. Tehát én ott jártam nálatok, ott azért nagyon sokféle fajta gyerek, szociális háttérrel, képességgel, készséggel és egy iszonyatosan nyitott pezsgő diák élet, hogy vajon, és akkor gondolom én, hogy ezt kérdezi a felelős szülő, hogy egy 4-5 év az életéből, amit most ugye eldönt, de azért ott a felkeltője, hogy változhatom nem jó, és ezt annyira örülök, hogy behoztam, hogy vajon mi adja meg az életre nevelését, vagy a boldogulásának a kulcsát? Tényleg az, hogy az összes évszámot tudja, vagy az összes képletet, vagy adott esetben, és akkor a jelenlegi helyzet hozza ezt, a változásra hogyan tud reagálni? Azért, aki ismer Planete, azért tudod és tudjátok rólam, hogy egyáltalán nem vagyok elitista szemléletű, sőt. Én azt gondolom, hogy van olyan diák, akinek a versenyistálló való, viszont őtőle a gyerekkort is elveszük ez úttal. Nem tudom, hogy ez ő neki mennyire jó vagy nem jó. Én a konyfában többek között azért is szeretek dolgozni, mert én azt gondolom, hogy minden gimnáziumnak ilyennek kéne lennie. Mert hogy az élet is ilyen, én azt gondoltam, hogy egy teljesen kitűnő tanulók között is steril környezet, az senkinek nem tesz jót, mert hogy nem találkozik más helyzetekkel. Nálunk viszont a gimnáziumban van SNI-s, van BTMS, van iszonyatosan kiemelkedően tehetséges, van gyengébb képességű, de nagyon-nagyon jó sportoló, van közepes képességű, de amúgy kiemelkedő kommunikációs képessége rendelkező diák, vagy van olyan diák, aki nagyon jó képességű, de őt inkább a technikai dolgokok érdeklik, és minden rendezvényen ő hangosít például, tehát ő egy potenciális hangmérnök, vagy ród. Tehát én azt gondolom, hogy egy gimnáziumnak ilyennek kéne lennie, mert azt gondolom, hogy aki egy ilyen környezetben akar, és szeretne, ő minden gond nélkül eljut egyetemre, megkapja azt a képzést, és megkapja azt a hátteret, hogy ő egy sikeres érettségit tegyen emelt szinten is, vagy akár egy sikeres nyelvvizsgát szerezzen, és közben az se baj, hogyha egy gimnáziumból nem mindenki akar egyetemre menni. És így jön be megint a rangsor, hogy ezt veszik megint figyelembe. Ahol ott én azt gondolom, hogy ugye a statisztikáról is írok bővebben a cikkemben, hogy többféleképpen lehet ugyanazt az adatot tálalni.
és ez szerintem nem jó. Tehát, hogy egy gimnáziumban, én egy viszonylag elit gimnáziumban jártam, de nagyjából egy-két versenyt leszámítva soha nem vettem részt versenyeken, mert hogy nem volt kötelező. Iszonyatosan nagy tudású tanáraink voltak, de élményszerűen tanultunk. Rengeteg volt a rendezvény, rengeteg volt a program, és hagyták kibontakozni az egyéni tehetséget. Tehát én például majdnem mindig rendezvényszervezőként és műsorvezetőként voltam jelen ezeken a rendezvényeken, mert középiskolás koromban is. Én azt gondolom, hogy sokkal többet tanultam ezáltal, mint hogyha öt tanulmány évben persze készültem volna este otthon. De természetesen nem mindenki egyforma. Tehát nálunk a konyfában mindenki megkapja azt a képzést, amivel teljesen nyugodt szívvel fel tudjuk készíteni az érettségére, és közben hatalmas hangsúlyt fektetünk a diákjainknak a képzésére, a képességek fejlesztésére, mert azt gondolom, hogy ez lenne a feladatunk, hogy azokat a képességeket, kompetenciákat fejlesztjük, ami a 21. században a munkaerőpiacon kell. Értem itt a kommunikációt, az együttműködést, az önismeretet, a társismeretet, és még sorolhatnék nagyon-nagyon sok mindent, mert azt gondolom, hogy erre kell igazán a hangsúlyt fektetni, és ha csak az anyagot darálod, és próbálod őket minél több mindent megtanítani, akkor a képességfejlesztés az valahol elcsúszik, és nem véletlenül az, hogy például az egyetemeken is nagyon-nagyon érdekes, amikor korot dolgoztam, vagy ugye egyetemistákat képeztem, hogy a tényleg max ponttal bekerülő, nagyon kitűnő tanulók elvesztek az egyetemben, mert hogy nulla önállóság volt, nem voltak megfelelőek a kompetenciái, nagyon jó tárgytudása volt, nagyon jól tudott több száz oldalt megtanulni, de nem voltak meg azok a képességei, amiket tudott volna jól kommunikálni, vagy kapcsolatot építeni. Tehát én azt gondolom, hogy a gimnáziumnak ez lenne a szerepe, és a konyfában ezt mi így egyben képviseljük, minden mellett, hogy egy nagyon családias légkör van, mert hogy épp folyamonként egy osztályunk van jelenleg, tehát hogy így, és egy nagyon-nagyon jó közösség van, nagyon-nagyon jó összetartás, mert a túl nagy intézményben ez is valahol elveszik egy kicsit, tehát hogy tök sok esetben mondjuk a tőled másik épületben lévő osztályról már lehet, hogy nem is tudod, hogy kicsoda. És azt gondolom, hogy ez sem feltétlenül jó. De természetesen én azt gondolom, hogy minden gyerek más, és mindenkinek más jön be. Lehet, hogy valakinek nem kell a szórakozás, ő annyira eltökélt és tudatos, hogy őt csak tanítsák, és akkor többit meg majd elintézi az élet. Tehát, hogy hál' Istennek nem vagyunk mi sem egyformák, és igen, én már találkoztam olyannal, hogy valaki átjött az előző osztályomba, és egyszerűen ő annyira egy ilyen nagyon versenyistállóból jött, hogy két hét után elment, nem bírta. Egyszerűen nem tudtam megszokni azt, hogy nincs merev szabály, nincsen napi számon kérés, és magolás, és nincs klasszikus történelem óra, mondjuk akár egy hétig is, hanem csak játék, csak játék van és feldolgozás van, és egyszerűen ő azt mondta, hogy elnézést, de hogy ő így nem biztos abban, hogy ő így le tud érettségizni. És ilyenkor meg hiába mondod neki, hogy amióta itt vagyok nálam, leérettségizett mindenki, tehát hogy így nincs ezzel gond, de hogy valakinek ez a túlzott, nem azt mondom, hogy lazaság, mert hogy azért vannak keretek és szabályok. De ez a másfajta szemlélet nem jön be, valakinek érdekes módon még mindig ez a nagyon régi poroszos rendszer való. Tehát ezt is be kell látni, és el kell ismerni. Na, szerintem sikerült mindenkit teljesen elbizonytalanítanunk mindenben, legalábbis... Ez volt a cél. Mindenű dezsavű érzésem van. Igen, tehát nyilván nem könnyű, mert az alternatív pedagógiai módszerek nem mindenkinek valók, a versenyistáról sem, de hál' Istennek én is tudok olyat, és te is, hogy van elit gimnázium, ahol borzasztó jó közösségi élet van,
mert összetudják ezt hangolni, mert egy olyan tanári, egy olyan közösségi csapat van. Én azt gondolom, hogy első nagy gondolkozásra, vagy családi kerekasztal beszélgetéshez szerintem adtunk nagyon sok szempontot. Nagyon köszönöm, hogy ezeket behoztad. Viszont megígérem a nézőinknek, hogy egyrészt külön beszélgetésben fogunk foglalkozni a papíros gyerekekkel, és bocsánat, hogy így mondom, de ezt használja a köznyelv, akik valamilyen tanulási nehézséggel, viselkedés, magatartás zavarral vannak jelen az oktatásban, ugyanúgy szeretjük őket, és ugyanúgy azt gondoljuk, hogy meg kell, hogy találják a helyüket, de ez egy nagyon más szempontrendszer. Illetőleg tervezünk egy olyan Jocó bácsi fogadó óráját, ha úgy tetszik, amit csak azok fognak tudni látogatni, akik feliratkoznak a hírlevelünkre, és akkor ott egy picit személyesebb körben lehet majd kérdezni. Illetőleg még azért a pályaválasztás kapcsán elő fog jönni ez a felvételi előkészítés, és a felvételi para, hogy ne parázzunk erre rá, mert azért lesznek álomiskolák, amit szeretne a szülővel együtt, a gyerek a szülővel együtt, de baromira nem azt fogja megírni a felvételin, amit szeretett volna, és akkor jön az újratervezés. Ennyire lefussunk előre. Nagyon köszönöm, Jocó. A cikkeket a videó mellett belinkeljük, jó, hogy akkor írásban is ott lesznek a hivatkozások, források. Mindenkinek jó szempontrendezést, rendszerezést, és köszönjük, hogy velünk voltál. Nagyon szépen köszönöm, és mindenkinek sok sikert, és mindenkitől elnézést, akit összezavartam, szándékos volt. Mert azt gondolom, hogy ehhez a döntéshez tényleg nagyon-nagyon sok tempó pontot kell figyelembe bevenni, ami összezavaró tud lenni, úgyhogy, de azt gondolom, hogy mindenki nyugodjon meg tudjátok hozni a megfelelő döntést, csak nagyon fontos, hogy hallgassuk meg a diákokat is. Köszönöm szépen, szia Jocó, innen folytatjuk! Sziasztok!